Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit. Szerda van, folytatjuk a haladó C++ órákat, ha úgy tetszik. És a mai nap befejezzük most már az első ilyen nagy témát, pontosabban ez a felvezető témát, mégpedig az STLS algoritmusok, iterátorok, illetve adatszerkezetek témát. Nagy már túl vagyunk, pár apróságot még mindenképp meg akarok nézni, és mindenképp jó lenne erről beszélni, illetve a végén majd picit összegezzük is, és megmutatom nyilván a felhasznált irodalmat, illetve egyéb forrásokat, hogy miből is dolgoztunk, illetve hogy mit érdemes még átnézegetni, elolvasgatni. Oké, és hello Miska. Szóval a mai nap két függvényről lesz szó, az egyik az inner product, a másik pedig a copy, illetve két adatszerkezetről, a map és a set. Amikor odaérünk, fogok róla beszélni, egy kicsit más szemléletet fog ez képviselni. Jó, na és akkor kezdjük is el, és kezdjük el az inner product adatszerkezettel a mai napot. Na most ez az adatszerkezet igazából pontosabban inner product függvénnyel, elnézést. Ez egy igen hasznos függvény, mármint így fizikában, meg matematikában, meg ilyen-olyan szakterületeken. Ugye ez a hát belső szorzat, talán magyarul így nevezik, esetleg még dot productnak is szokták nevezni angolul. Tulajdonképpen ez a belső szorzat. Nem a matekra és a fizikára van itt most kihegyezve a dolog. Nézzük meg, mert szerintem egy elég jó példa. A dolog úgy működik, hogy van két adatszerkezetünk, és ez a két, ennek a két adatszerkezetnek az elemeit szorozzuk össze elemről elemre, majd szummázzuk őket. Jó, hát most a matekos képletet engedjétek meg, hogy ne írjam föl, inkább nézzük meg forráskódba, mert az többet mond mindenféle matekos képletnél. Legalábbis nekünk, mérnököknek mindenképp. Üdv Ninja Raccoon. Na és akkor nézzük is meg. Nyilván ezt is sablonosra írjuk meg, mert hát hogyan máshogy írnánk meg. Én gyorsan ide el is mentem. És na és akkor hát a szokott módon nem írás hibákat vétve, ugye hasonlóan mint a többi, ugye iterátorral fogjuk megírni, ugye nyilván kettő kell, mert hogy a két adatszerkezeten kell végigmenni, ugye ahogy azt néztük korábban, kell egy inicializáló érték is. És egyébként majd ez lesz a visszatérési típus. Így van, tehát kell egy iterátor az egyiknek az elejére. Kell egy a végére, és egy ilyen standard library is szemlélet, hogy igazából a másik adatszerkezetnek csak az első elemére kell mindig iterátort állítanunk, hiszen ugye a másik adatszerkezet utolsója nyilván az elemszámot már meg fogja határozni, tehát itt fölösleges az utolsóra is állítanunk, minek, ugye ez majd nekünk meg fogja határozni azt, hogy meddig kell mennünk. Itt hibakezelés nem lesz, mindjárt erről is fogok beszélni, hogy itt mi a szemlélet, de előbb írjuk meg a függvényt. Ugye nagyon egyszerű, ugye egészen addig megyünk, amíg az egyik adatsornak, most már csak kitalálom mondani, egyik adatsornak a végére nem érünk, és itt szépen belül szummázunk.
Így van, tehát szépen megyünk végig. Ugye itt van ez a maga ez a matek. Hát, nagyon bonyolult, ugye nyilván eremről elemre szorzunk, és ezt szummázzuk itt ebbe az init változóba. Oké, és nyilván léptetjük az iterátorokat. Na és hogyha készen vagyunk, akkor simán visszaadjuk az értéket, amiben ugye szummáztunk. Hát, nyilván nem a matek miatt nehéz ez, de azért próbáljuk ki, írjunk egy kis példakódot is. Ugye, nagyon egyszerű lesz, igazából nem akarom bonyolítani, mert nincs értelme. Két double adatsor lesz. Igazából a példa, amiből jöttem, a Dow Jones tőzsdeindexeket hoz egy példának. Itt most igazából teljesen mindegy, ugye itt vannak ilyen részvényárfolyamok. Nem akarok nagyon szakérteni, mert nem értek hozzá. Nekem az ilyen tőzsde az mindig is misztikus volt, hogy ott mi történik. Vannak ilyen részvények, aminek vannak árai. Az, hogy mi határozza ezt meg, fogalmam sincs. És minden egyes ilyen részvényhez van egy súly, és az alapján számolnak egy ilyen értéket, ezt a tőzsdeindexet. Talán régebben volt, hogy itt a budapesti érték tőzsdeindexét is szám, az volt a Bux Index, vagy ha jól emlékszem, és minden ilyen tőzsdének van indexe. Jó, hát itt most nem akarunk belemenni, picit majd fogjuk még ezt hegyezni, amikor a map adatszerkezethez érünk. Most csak ilyen számokat fogok ilyen ide beírni. Igazából teljesen mindegy, hogy mi. Csak ilyen tőzsdei részvények árfolyamai. Jó? Ha akarjátok, ezt meg tudjátok nézni. Nyilván ez nyilvános. Jó? És akkor írunk be ilyen értékeket, és majd fogunk hozzáírni. Ezt most egy listába írjuk, csak hogy látszódjon, hogy teljesen mindegy. Ilyen ezt a súlyokat. Hogy adott részvény milyen súlya esik latba, amikor ezt az indexet számolják. Szerintem ezt nagyon jól ismeritek, ezt a súlyozott átlagszámolást. Szerintem a tanulmányi ösztöndi számításakor azért ezt úgy elég jól érzitek már, legalábbis az egyetemi hallgatók mindenképpen, vagy aki volt egyetemi hallgató, az szerintem pontosan tudja, hogy ez a kredittel súlyozott átlag, ez hogyan is működik. Jó. Na, és akkor itt van nekünk egy ilyen érték, illetve egy ilyen súly, és akkor ennek kell az ilyen belső szorzatát számolni. Hát nagyon egyszerű lesz. És akkor ezt hívják ennek a DJI indexnek. Ezt fogjuk most kiszámolni, és akkor használjuk a inner product függvényt. Na, és akkor ugye első paraméterben mit adunk rá? Hát ugye a Dow Price elejét. Második paraméter lesz ugye a vége. Átadjuk ugye a súlyoknak, tehát ugye a harmadik paraméter lesz ugye a súlyoknak az eleje, ugye. És átadjunk egy inicializáló értéket. Hát mivel double típusban vagyunk, ezért egy double típusú értéket fogunk átadni. És elvileg ez ki is fogja nekünk számolni. És akkor jön a DJI érték, ami most már így meg is van nekünk, és most már tényleg csak annyi a dolgunk, hogy kiírjuk. Rendben. És elvileg jók is vagyunk. Include-okat sose felejtsük. Yeah. Kell egy kiírás. Ugye használjuk a vektort. Illetve használjuk a listát. Na nézzük, hogy jól működünk-e?
És a program lefordul. És működik is. Hát ezt most számológéppel számoljátok ki. Én kiszámoltam óra előtt. Elvileg ennyinek kell kijönni, úgyhogy rendben van. Pár megjegyzés, mert fontos. Ugye említettem azt, hogy így csak az első elemet adjuk át, pontosabban az első elemre mutató iterátort. Ugye a Standard Template Library-ben egy ilyen megszokás, hogy a másodikra nem adjuk át, nyilván mert ez már meghatározza nekünk, hogy milyen hosszan megyünk végig egy adatszerkezeten, ezért elég csak itt a másodikat átadni. Na most felmerülhet az a probléma, hogy mi van, hogyha ez az adatsor rövidebb. Itt mondjuk ebben az esetben nagyon sok probléma merülhet föl, ezt majd a map adatszerkezettel kijavítjuk, majd akkor rátérek, hogy milyen gond lehet. Na most itt függvényeken belül sose csinálunk hibakezelést, legalábbis az STL így van elkészítve, hogy nincs belül hibakezelés. Miért nincs? Mert hatékonyra akarták, gyorsra akarták megírni, és hogyha itt elkezdünk belül ifezgetni, ugye hibakezelni a végtelenségig lehet, ifezgetni a végtelenségig lehet, akkor tehát hogyha ezt elkezdenénk itt csinálgatni, lehet, hogy az erőforrások felét az ifezgetés vinni el, tehát a futási idő fele az ifezgetés lenne, hogy elég hosszú a másik. Jó, meg nem is nagyon tudjuk tesztelni, miért nem, mert iterátoraink vannak. Jó, tehát ott azért elég nehéz. Nyilván, hogyha itt a vektort meg a listát adnánk át referencia szerint, akkor tudnánk valamit okoskodni, de itt most ez nem érdekes. Hogyha szeretnétek hibakezelést, akkor azt tegyétek meg itt a számolás előtt. Jó? Tehát, hogyha azt szeretnétek, hogy hú, biztos van itt a dolgokban elég érték, ugyanannyi érték van, akkor nyomjatok ide egy ifet, ellenőrizzétek le. Jó? Mindig kívül ellenőrzünk, sose itt a függvényen belül, ez azért van, mert hatékonyra akarták megírni. Ugye ezért van például az is, erről korábban volt szó, hogy a vektornak a subscript operátora nincsen hibakezelve, tehát ott nincs hibakezelés. Jó? Mert tényleg hatékonyra akarták megírni, hogy gyors legyen, hibakezelés pedig nagyon sok erőforrást és futási időt elvisz. A következő dolog, amit szeretnénk ezzel csinálni, hogy picit hegyezzünk rajta. Nem biztos, hogy az inner product kapcsán ennek van értelme, de hát bővítsük ki ezt egy kicsit, és adjunk át neki operátorokat. Most nyomok egy copy pastát, csak mert így az egyszerűbb. És bővítsük ki azzal, hogy itt nem fixen adjuk meg az operátorokat, hanem majd átadjuk nekik paraméterül, ugye amit tanultunk most ugye a napokban. Tehát egyrészt átadunk neki egy operátort, meg átadunk neki még egy operátort, és ezeket itt fogjuk átadni paraméterül. Hát legyen csak simán op, meg legyen még egy. Egyre szebben néz ki a függvényünk. Jó? Oké. És amit még itt meg kell tennünk, hogy itt is nyilván kijavítjuk a számolásunkat. Most ezt itt kikommentezem. És egyrészt hívjuk a külső operátort, egyrészt az initre, másrészt hívjuk a belső operátort a két iterátor által mutatott értékre, és ezt fogjuk kiszámolni, és majd ezt adjuk vissza. Azért ránézek, hogy biztos jó legyen. Elsőre jónak néz ki. Jó, és akkor nagyon figyelünk oda, hogy hogyan is használjuk ezt a két operátort. Mert a sorrend nagyon fontos. És ezeket itt adjuk át neki paraméterül. Egyrészt át kell adnunk egy szorzást, másrészt pedig egy összeadást. Hát itt most simán használjuk
a Standard Template Library is egyrészt összeadást, ugye amit double-ökre hívunk, mert most double-jeink vannak, illetve átadjuk a szorzást, multiplies, azt hiszem, de majd úgyis reklamál, ha nem. És így fogjuk használni a mi inner product függvényünket. Jó. És ide még kell egy include, mert ez a functional header-be van. Ez a két függvény a functional header-ben található. Na nézzük. Ez már az inner product 2. Igen, itt van is egy hibánk. Lemaradt a vesző. Na és akkor futtassuk is. Hát első ránézésre ugyanazt a számot kapjuk, és másodikra is. Jó. Hát igazából ennek nem biztos, hogy van így értelme, mert az inner product, tehát nem biztos, hogy ez szerencsés itt átadni, mert összekeverednek, meg ilyesmi. Maradjunk annyiba, hogy csak tényleg ilyen a látvány kedvéért, hogy így is megtehetjük. Én nem gondolnám, hogy belső szorzatot szoktak máshogy is számolni, de a matek az nem az én területem. Szóval ennek nem biztos, hogy így van bármi értelme, de így ez a függvény azért így már elég látványos, hogy ennyire úgymond szét van sablonosítva, elnézést a kifejezésért. Jó. Mondom, miért is ne néznénk meg ezt? Kicsit generalizáltuk, általánosítottuk az inner product függvényünket. Nézzük meg akkor a copy függvényt. Egy egyszerű kis példát nézzünk erre a copy függvényre. Ugye mit szeretnénk? Szeretnénk másolni egyik adatszerkezetből a másikba, vagy hát, hogy pontosabban fogalmazzak, egyik konténerből a másikba. Talán így egy picit fontosabb. Pontosabb. És akkor erre írjunk egy ilyen egyszerű kis függvényt. Alapvetően ez se egy bonyolult valami, egyik konténerből a másikba szeretnénk elemeket másolni, ez is egy viszonylag alapfüggvény az STL-be, pillancsunk rá. Ugye szokott módon ezt is sablonosra írjuk meg, ugyanúgy iterátort fogunk használni, Tehát lesz egy iterátorunk ugye az egyik konténerre, meg lesz egy a másikra, és ugye ugyanúgy, ahogy az előbb is csináltuk, hogy ahonnan másolunk, arra két iterátor lesz, tehát ott ugye intervallumot adunk meg, ugye a másikba pedig csak az első elemet, tehát hogy honnantól másoljuk be az elemeket. És ezt a iterátort fogjuk egyébként visszaadni, copy-nál ez a szokásos, hogy a másolásnál azt az iterátort adjuk vissza, ami a cél konténernek az utolsó eleme, tehát ameddig másoltunk, de már is nézzük. Jó, hát ennek nem copy nevet fogok adni, mert akkor névütközés lesz, legyen ilyen mycopy, csak hogy egyszerű legyen. Ugye megint csak az elejétől a végéig megyünk, és ez az út, tehát hogy hova másoljuk, tehát ez a célkonténernek a pointere. Jó, és megint csak ugyanaz a szisztéma, amíg nem érünk a végére, tehát annak az intervallumnak a végére, amit másolni fogunk, hát egész egyszerűen csak értékül adjuk. Ja, tehát csinálunk egy sima másolást, és léptetjük a céliterátort is, illetve a forrásiterátort is, tehát ahonnan másolunk, és ahova másolunk.
Jó. És hogyha végeztünk, akkor visszaadjuk ugye azt, ameddig másoltunk. Tehát ez a STL-es megközelítés, hogy azt adjuk vissza, ami a célkonténernek a másolás vége. Tehát az utolsó eleme. Rendben van. Hát, ilyen nagyon egyszerű kis dolog, de nézzünk egy példát, hogy ezt hogyan is használjuk. Ugye, itt lesz egy listánk, csak itt is, hogy lássuk, hogy működik ez különböző konténerekre is. Hát, legyen ez most integer, csak hogy még jobban variáljuk a dolgot, és akkor itt adjunk meg kezdőértéket is, ugye a sima inicializáló listás másoló konstruktor használatával, és itt adjunk meg egy üres vektort, nem Viktort, hanem vektort, ami most double, mert igazából teljesen mindegy, és ez egy üres vektor lesz, amit 10 elemre inicializálunk, tehát egy 10 elemű vektor, amit inicializálunk is. Ugye ez a konstruktor annyit csinál, hogy ugye létrehoz egy vektor 10 elemű tömböt, és az kinullázza tulajdonképpen, tehát inicializálja is. Jó, rendben van. Na és akkor itt jön maga a másolás. Ugye az L-nek az elejétől kezdve a végéig, és ugye a V-nek az elejére fogjuk ezeket bemásolni. Legalábbis, ha jól dolgozunk. Igen. Azért az ellenőrzés kedvéért írjuk is ki. Ugye a V-t. És sima csak kiírás. Jó. Rendben van. És ha jók vagyunk, akkor működni is fog. Pár include szokott módon. Hát lehet lassan már kéne valami scriptet írnom, ami ezeket automatikusan beteszi, mert mindig kiírogatni. Vektor és a listát használjuk még. Na nézzük. A program lefordul, és működik is. Jó. Na mit látunk? Ugye azt látjuk, hogy az L listánkból szépen az elemeket fogta, és átmásolta ide a V vektorba. Ugye a V vektor azért ír kint még 5 darab nullát, mert ahogy mondtam, ugye ezt nullára inicializálja, tehát ezek az elemek itt vannak. Tehát fizikailag ezek léteznek. Ugye csináltuk volna úgy is, hogy nem léteznek, bár szerintem akkor itt az iterátor azért problémázna. Most ezt nem biztos, hogy érdemes itt kipróbálni, inicializáltuk 10 elemre. Na most, ugye látjuk, hogy itt szépen egyesével átmásolta, illetve itt a maradék nullákat is hozzáírta. Hát nyilván, mert itt ez a range for ciklus ugye a vektor iterátort vesz, és ott szépen az elejétől a végig fog végig menni. Jó. Oké is. Hát jónak tűnik. Jónak tűnik. Na most mi történik, hogyha ez mondjuk 3 elem, ezt nem is próbáltam még ki, de akkor nézzük meg. Ugye így akkor csak 3 elemet fog kiírni, vagy 3 elem fog átmásolódni, mert 3 elemű a vektor. Na most amiért ez egy nagyon nagy probléma, mert látjátok, hogy semmi hibát nem írt. Szerintem, hogyha valami
advanced hiba kezelést kérünk, akkor se fogja írni. Tehát semmilyen hibát nem írt, tehát látjuk, hogy itt semmi hiba kezelés nincs. Nyilván az iterátor csak iterátor, és ugye ezzel kapcsolódnék a inner productos példához is, amit említettem a hiba kezeléssel, hogy itt semmilyen hibát nem kaptunk. Tehát semmilyen exception, semmi nem érkezett. Ugye ez az, amit mondtam, hogy az STL nem fog helyettetek hibát kezelni. Tehát a Standard Template Library-ben nincs ilyen szintű hibakezelés. Tehát nektek kell itt kézzel megírnotok, és itt írjuk is meg, hogy ugye a V-nek a mérete az kisebbe, mint az L-nek a mérete. Jó? Egy ilyen nagyon egyszerű kis dolog, tehát ennyit kell igazából csekkolnotok, és itt akkor már kiírhattok egy ilyen hibát, hogy hiba konténer méretében. Tudom, nem így szoktuk, hanem exception dobunk, meg ilyesmi, jó? Most csak az egyszerűség kedvére egy ilyen gagyi kis hibát kiírok, és amit tényleg nagyon csúnya, hogy visszaadunk mínusz egyet, jó? De a lényeg, hogy itt akkor már tudtok hiba kezelni. Jó? Tehát az STL nem fog helyettetek hibát kezelni, erre nagyon oda kell figyelni. És ugye látjuk azt, hogy se fordításkor, se futtatáskor semmilyen hibát nem kaptunk, hanem majd valamikor a futás közben fut a program, és valamikor, amikor hát kéne nekünk ennek a vektornak a negyedik eleme, nem lesz. Tehát nem lesz negyedik elem. És valamilyen futás közben valamilyen misztikus hiba fog bekövetkezni. Jó? De nézzük meg, hogy ez a kis hibakezelés így működik-e. Jó? És itt már jelzés nekünk. Mondom, ne ilyen hiba üzenetet írjatok, dobjatok exception-t, és akkor azt valahol majd kezeljétek le. Most tényleg csak így a szemléltetés miatt van ez így. Hogyha 10 elemű, akkor működni fog. Jó. De nagyon fontos, az STL nem kezel helyettetek hibát. Nektek kell megtenni. Rendben. Na, csak ha már itt vagyunk, akkor generalizáljuk ezt még egy kicsit jobban, hogy ne minden elemet dobjunk neki át, hanem itt megint csak, ugye ahogy tanultuk, készítsünk egy ilyen predikátumot, és valamilyen feltételt itt adjunk neki. Mennyiben kell ezt módosítani? Ugye itt nyilván először egy if-el meg kell nézni, hogy ez a predikátum, ez teljesül-e ugye a first elemre, first elem értékére. Mindjárt nézzünk egy példát, hogy itt mit is gondolunk ezen. És itt is egy picit kell hegyezni. Ugye, tehát hogyha a predikátum teljesül, ugye, akkor adjuk értékül. Viszont itt a léptetése majd lehet gond, de azért nézzünk rá. Adjunk itt meg egy nagyon egyszerű kis predikátumot itt lokálisan. Int x, és csak akkor másoljuk át ezt az elemet, hogyha az mondjuk nagyobb, mint 3. Egy egyszerű kis lambda kifejezést itt. Tehát adunk ennek a mycopy függvénynek. És ugye ilyenkor az fog történni, megnézzük, hogy a predikátum teljesül-e. Itt a predikátum most az, hogy az x nagyobb-e, mint 3. És hogyha ez teljesül, akkor történjen a másolás. Jó. Nézzük meg, mi történik. Hát akkor történik a másolás. Jó, hát itt még a léptetésen kell finomítani. Mert látjuk, hogy ne léptessen, hogyha a predikátum nem teljesül. Hát most ezt így nagyon ilyen... nagyon ilyen egyszerűen. Így van, és ez így jó is lesz reményeink szerint. De nézzük meg. Így van, így van. Jó, hát itt még adtunk egy ilyen feltételt, tényleg egy predikátumot, hogy csak akkor
történjen másolás, hogyha majd feltétel teljesül. Nyilván ezt a feltételt már így akkor tetszőlegesen lehet hackkelgetni. Ezt inkább hívjuk ilyen copy if függvénynek, talán úgy jobb is a megfogalmazás. Legyen ez ilyen copy if. Jó, tehát nem is ugye, ez nem is a sima copy függvény, ez inkább már ilyen copy if függvény, mert itt van nekünk egy predikátumunk. Nézzük meg ezt a map adatszerkezetet. Egy picit viszont vezessük fel, hogy hogyan is működik. És akkor ez lesz az utolsó nagy blokk, vagy hát utolsó rész ebben a blokkban, amit a STL-nek szentelünk. Ugye eddig ilyen szekvenciális adatszerkezeteket nézegettünk, volt ugye a vektor, arról majd kicsit részletesebben ugye a bevezető programozás kapcsán fogunk beszélni, mert ott fejtjük ki bővebben, hogy ez a vektor hogyan is néz ki. De használtuk vektort, illetve használtuk a listát, ezek úgymond ilyen szekvenciális adatszerkezetek. A lista picit ilyen kötetlenebb, tehát nem a memóriában egymás után következő elemek, de mégis egy szekvenciális adatszerkezet. És akkor most, ahova tovább fogunk menni, ezek ilyen asszociatív adatszerkezetek, ugye a map és a set. Hát, mire használjuk ezeket? Nyilván ezt most ki mire használja? Alapvetően a fő különbség az, hogy itt az elemek nem sorba vannak egymás után, hanem egy úgynevezett kiegyensúlyozott bináris fába vannak tárolva, pontosabban egy piros-fekete fába, de adatszerkezetekbe ilyen mélységeiben nem akarnék belemenni. Ugye ami nekünk amiért ez érdekes nekünk, hogy ezek a rendezett adatszerkezetek, tehát a rendezett map, illetve a rendezett set, azok egy sokkal gyorsabb bejárást, egy sokkal gyorsabb keresést tesznek nekünk lehetővé. Ugye egy rendezett listában, vagy egy rendezett vektorban a bejárás és a keresés az a elemszámmal arányos tulajdonképpen. Nyilván ezekbe a rendezett fákba, vagy bináris fákba, vagy kiegyensúlyozott bináris fákba, vagy piros-fekete fákba, ugye a keresés, az elemek keresése az úgymond ilyen, tehát kettes alapú logaritmus n lépésben megtehető átlagosan. Most erről megint nem akarnék nagyon mélységeibe belemenni. A lényeg, hogy sokkal kevesebb lépés átlagosan megtalálni egy elemet egy ilyen piros-fekete fában, mint egy vektorban. Jó, ha rendezett. Nyilván, ha rendezetlen, akkor teljesen máshogy alakulnak ezek a dolgok, mint most csak a rendezett map, illetve a rendezett set adatszerkezettel fogunk foglalkozni. Jó, lényeg a lényeg, sokkal hatékonyabb, ha elemeket keresünk egy ilyen adatszerkezetben tárolni az adatainkat. Jó, mondom, nagyon sok mindentől függ ez, nagyon sok egyéb tényező is befolyásolhatja ezt. Alapvetően továbbra is az a szempont, hogy használjunk vektort, hogyha nincs más, nincs jobb gondolatunk, illetve hogyha sok adatunk van, és ebben az adatban sokat szeretnénk keresni, akkor használjunk valamilyen asszociatív adatszerkezetet, mapet vagy setet. Na de inkább nézzük meg, mert mondom, az ilyen adatszerkezetek, meg algoritmusok, hatékonyságelemzése, meg ilyesmi egy teljesen más téma, és én nem akarnék ezzel feltétlenül foglalkozni, inkább nézzünk példát. Jó, na most magát a map, illetve a set adatszerkezetet én nem fogom megírni, ez meg van írva, mi most ezt csak tényleg használni fogjuk, egy-egy példát fogunk erre megnézni, csak tényleg a teljesség kedvéért, hogy mire lehet ezeket használni, illetve hogyan működnek, tényleg csak egy kis tutoriál itt C++-ba. Na, és akkor nézzük is. Hát igazából egy ilyen, az első példában egy ilyen szótárat fogunk készíteni. Hogyan is néz ki ez a map? Kulcsértékpárokból épül fel. Van nekünk egy kulcsunk, és ahhoz tárolunk egy értéket. Hát itt most például egy ilyen szótárat fogunk készíteni, ami annyit fog csinálni, hogy egy input szövegre megmondja, hogy bizonyos szavak hányszor fordulnak elő abban a szövegben. Nagyon triviális példa, szerintem a map 101
mindenki ilyen mappos példát ír. Na, és akkor kezdjük is el. Oké is. Tehát használjuk simán a standard névtérbeli mappot, és itt ugye meg kell neki adni két típust, hogy milyen legyen. Ez majd egy ilyen perként fog, tehát így perként fog leképeződni majd a memóriában, tehát ilyen párokat fogunk létrehozni. Párokat fog létrehozni majd itt nekünk. Itt nekünk csak meg kell adni azt, hogy milyen típusaink legyenek. Hát egyrészt legyen egy string, ugye amiben a szavakat fogjuk tárolni, illetve legyen egy integer, abban meg azt fogjuk tárolni, hogy adott szó hányszor fordult elő egy szövegben. És akkor itt ennek a mapnak egy nevet, words, vagy lehet dictionary, teljesen mindegy. Jó. Na és akkor olvassuk be a szövegünket. És készítsük el ezt a szótárat. Ezzel az egyszerű kis sorral. Na, ugye hogyan működik ez? A map adatszerkezetnek van ugye ez a subscript operátora. Na most a subscript operátornak itt jelen esetben át tudunk adni egy stringet. Ugye? És ez a string, ez az s lesz, ugye, amiben olvassuk be most a szavakat, majd a standard inputról. Ugye, látjuk itt, hogy a standard inputról olvasunk, ebbe az s stringbe. Ez azt fogja nekünk jelenteni, hogy ugye whitespace-enként tagoljuk, tehát szavakat fogunk beolvasni. Na most, amikor a map objektumnak a subscript operátorát használjuk, akkor tulajdonképpen az történik, hogy megnézi, hogy milyen stringet adtunk át, megnézi, hogy az a string benne van-e már ebbe a map adatszerkezetbe, ha nincs benne, akkor létrehoz egyet, ha benne van, akkor meg egész egyszerűen annyit csinál, hogy visszaad a map string kulcsához tartozó intre, jelen esetünkben egy intre, egy referenciát. Jó? Tehát ez egy referenciát fog visszaadni, itt most nekünk, és ezen a referencián keresztül megnöveljük egyel az integernek az értékét. Jó, tehát még egyszer, csak hogy magamat is ellenőrizzem, hogy jól mondom-e. Ugye van nekünk itt tehát használjuk a map objektumnak itt a subscript operátorát. Ez a subscript operátor, ugye látjuk, hogy egy string paramétert vár jelen esetben. Átadjunk neki ezt a stringet. Ez a string lesz a map adatszerkezetünknek a kulcsa. Ugye? Tehát ez a kulcs. Ugye itt kulcsértékpárok vannak, ez lesz a kulcsa. Megnézi első körbe, hogy ez a kulcs benne van-e már ebbe a map objektumba. Ha ez a kulcs nincs benne, akkor létrehoz egyet. Nagyon fontos, létrehoz egyet. Ha pedig benne van, akkor csak annyit csinál, hogy akkor nem hoz létre, nyilván, mert már benne van. Akkor csak annyi történik, hogy visszaad egy referenciát erre az integer elemre, vagy integer objektumra, ami ebben a párban van. Már referenciát minden esetben visszaad, tehát ha létre kell hozni, ha nem kell létrehozni, visszaad egy integer referenciát. Jó? És ezt az integer referenciát, itt a plusz-plusz operátor, tehát az integer referencián keresztül a kulcsérték párnak az érték részét plusz-plusszal meg tudjuk egyel növelni. Jó? Tehát mi történik? Szépen így számolunk, haladunk végig, és ahányszor ez a szó előfordul, amit ugye a stringbe átadunk, mindig egyel növeljük a stringhez tartozó értéket. Ilyen egyszerűen működik. Lehet, hogy így elsőre egy picit bonyolul, de alapvetően így működik a map adatszerkezetnek ez a subscript operátora. Jó. Na hát ezzel föltöltöttük a map adatszerkezetünket, tehát ezt a words objektumot. Most akkor írjuk is ki. Bocsánat. Simán csak végigmegyünk egy range for ciklussal.
és itt írjuk ki a szótárunknak az egyes elemeit. Na most, ahogy mondtam, itt ugye a map adatszerkezetünkön belül ez egy pár lesz. Tehát kicsit olyan, most írok egy ilyen párt, tehát ilyen párokból fog ez nekünk állni. Ilyen párokból fog nekünk ez állni. És nyilván ezeket a párokat úgy használjuk, hogy például egy-egy ilyen elemre úgy tudunk hivatkozni, hogy ez a first, ez pedig a second. Jó? Tehát ilyen párokból. Ilyen párokra, párunknak a részeire így tudunk hivatkozni. És ezt így is fogjuk tudni kiírni. Psz. Tehát először kiírjuk a first-öt, hát dobjunk egy kettős pontot, aztán pedig kiírjuk a second-öt. Hát a pároknak a tagjait így nevezzük, így tudjuk elérni. Így van. Hát ezt itt most kitörlöm, ez tényleg csak ilyen szemléltetésként van. Tehát a map adatszerkezeten belül tulajdonképpen ez úgy van, hogy vannak ilyen párok, illetve vannak pointerek, ugye ami a, ugye ebben a piros-fekete fában, ugye a tehát ugye bináris fa, emlékszünk bináris fáról azért tanulgattunk, hogy ugye a bináris fának az egyik gyermeke, meg a másik gyermeke. Jó? Tehát a mapen belül mi van? Az egyes linkek úgymond, vagy egyes elemek, úgy vannak, hogy van egy pár, illetve a két gyermek elemre mutató pointer. Jó? Mondom, itt most a pár, ami a nekünk a lényeg, és ennek a párunknak így tudunk hivatkozni az egyes elemeire. Így van, így tudunk hivatkozni az egyes elemeire. Jó, ezt most ki is törlöm, mert ez ide nem fog kelleni. Na és akkor nézzük meg, ismét include-ok. Megint kell az IOStream, illetve kell a map, mint adatszerkezet. Jó, rendben van. Na és kellene nekünk egy szöveg, egyet itt én előkészítettem. Így van, ezt a Wikipédiáról másoltam ki. Ez a Dark című sorozatnak egy ilyen kis összegzése, hogy miről is szól, a Wikipédián megtaláljátok, tehát a Wikipédia forrás. Ezt fogjuk most használni bemenetnek. Csak rossz helyre mentettem el. Bocsánat, gyorsan javítom a hibát. Így van. És ezt is elmentjük ide, csak hogy egy helyen legyen. Jó, most már egy helyen van. Na és akkor nézzük. Oké, és lefordul. Hát, itt most irányítsuk be kacsacsőrrel, fog az úgy működni? Próbáljuk ki. Jó. Na és akkor itt van nekünk az eredmény, kiteszem nagyba, hogy látszódjon. Ugye itt látjuk az egy-egy szavakat, meg az, hogy ezek a szavak hányszor fordulnak elő a szövegbe. Hát látjuk, hogy white space a delimiter, tehát itt ilyen zárójelek, meg ilyesmi pont, ez az amaz benne marad. Nyilván benne marad, mert ahogy mondtam, white space a delimiter. Most nem is az a lényeg, hanem az, hogy lássuk az, hogy itt vannak ezek a kulcsértékpárok. Tehát mondjuk a dark szó háromszor fordul elő a szövegünkben, a German szó kétszer, és itt van egy csomó, ami ugye egyszer, az off négyszer, stb. Jó. Na hát ez az, amiről tulajdonképpen ez a kis map edit szerkezet szólna, ilyen kulcsértékpárokat tudunk tárolni. Jó. Rendben van.
Na. És akkor ugye tudunk itt egyes szavakra is hivatkozni. Például most csak így írassuk ki azt, hogy a dark szó, ugye az előbb néztük, hogy az hányszor szerepel benne, és akkor itt látni fogjuk azt, hogy ez tényleg hogyan is működik. Jó. Ugye ez nekünk csak egy számot fog, ha minden igaz, kiírni. Így van. Itt látjuk is lent, hogy itt kiírt hármat. Ugye az előbb, ahogy láttuk is, hogy a dark az háromszor szerepel benne. Tehát a dark kulcshoz tartozó értéket írja ki nekünk. Ugye ebből már látjuk azt, hogy ez a subscript operátor egy referenciát, hát mondjuk ebből nem látjuk, hogy referettől még értéket is adhatná, de látjuk, hogy referenciát fog nekünk visszaadni. És itt pedig ezt ki is írjuk, ezt az értéket. Fejlesszük egy picit tovább ezt, amit az előbb néztünk, ugye itt az inner product kapcsán. Elkezdtük nézegetni ezt a hát inner productot tulajdonképpen, és itt említettem, hogy itt majd lesz ezzel probléma. Na most, ugye mi itt a probléma? Ugye most mondhatnánk azt, hogy hát ugye az ez az egy részvényhez tartozó súly az itt van tárolva, de mi van, hogyha ez itt elcsúszik? Tehát mi van, hogyha itt valami gubanc alakul ki? Ez így nem szerencsés. Jó? Tehát azt mindenképp mondanám, hogy ez így nem jó. Ezt nem így szoktuk használni. Jó? Hanem ezt valamilyen mapban, vagy valami egyéb dolgba tároljuk. Hát most nézzünk meg egy ilyen map példát erre. Hogy ezt hogyan tudjuk használni. Most nagyon egyszerűen fogom ezt itt elkészíteni. Létre fogok hozni három mappet, ugyanilyen kulcsértékpárral, és ezekben fogjuk tárolni ezeket az adatokat. Na most biztos néztetek már ilyen tőzsdei dolgokat, vagy ha nem, akkor annyi a lényeg, hogy minden ilyen cégnek van egy neve, nyilván, meg van egy rövidítés, amit használnak. Hát mondjuk a Tesla az a TSLA, meg mondjuk a 3M az 3 darab, nagy M, meg ilyesmi. És általában így hivatkoznak rájuk, amikor valamilyen információt akarnak róluk lekérdezni, vagy közzétenni. Hát mi ezt most fogjuk használni. Mi a kézenfekvő? Ugye a kulcs ez a tőzsdei rövidítésük lesz, és ezt fogunk megadni ugye értékként egyrészt ugye az aktuális értékét a részvénynek, megadjuk ezt a súlyt, illetve megadjuk a nevet is. Tehát, hogy mi a teljes neve ennek az indexnek, vagy ennek a cégnek, amiről szó van. Tehát, hogy most nagyon egyszerűen három ilyen mappet fogok létrehozni. Ugye mindegyik egyrészt egy stringből fog állni, illetve az egyik, tehát ugye az érték meg a súly az double-ökből, illetve amikor a teljes nevet írjuk, az is string lesz értelemszerűen. Jó, tehát legyen az első az érték. Na most én itt rövidítek a dolgokon, mert kigyűjtöttem, csak hogy ne kelljen kézzel bepötyögni. Hát most mondhatnátok, hogy csalok, de inkább csak egyszerűsítek. Jó, hát ez három cégnek a részvényárfolyamai, hasraütés számok, nyugodtan amúgy kibővíthetitek saját értékekkel, itt most ez nem érdekes. Jó, a másik legyen, ahogy mondtam, ez a... Ez a súly. Ezeket is megírtam előre. Hogy ezt is tényleg csak itt használni fogjuk. Jó, látjuk, hogy ugyanazok, de itt a sorrend teljesen minimális, most sorba fogja nekünk rendezni. Oké, és mert ugye a map az alapvetően egy rendezett adatszerkezet, tehát ez a sima map. Oké, és akkor jöjjön harmadiknak a,
A név. Pedig így simán név legyen. És ezt is kigyűjtöttem, csak hogy tényleg egy kicsit rövidítsek a dolgokon. Na és akkor van nekünk ez a három mappünk, amit itt tudunk használni, és ami alapján majd használni fogjuk a... ami alapján majd számolni is fogunk, mert majd fogunk kiírogatni. Na most, amit itt fogunk használni, megint számolunk egy ilyen indexet, megint az inner productot fogjuk használni, de most a sima standard library is inner productot. Jó, tehát nem azt, amit mi írtunk, hanem használjuk azt, ami előre meg van írva. Jó? És akkor ide ezt számoljuk ki, ezt a DJI indexet. Fontos, hogy DJI, mert nem DJI. Oké, és... Inner product. És akkor ebbe fogjuk megadni azt, amit számolni szeretnénk. Ugye egyrészt a... Low price eleje. Így van. Ugye nyilván a végig. És... Akkor ugye, amivel szorozzuk, az a súly, és annak kell az eleje. Ugye itt meg kell adni neki ugye az initet, meg ugye két operátort. Hát az, ugye a plusz az sima lesz, tehát az marad. Ugye a végén a summa az itt rendben van nekünk. Tehát azt használjuk ugyanúgy, mint az imént a standard library is plusz függvényt. Viszont itt kelleni fog nekünk majd ugye a szorzásra valamit készítenünk. És erre fogunk majd készíteni egy esetünkben most egy egyszerű függvényt. Jó? Hát csinálhatnánk függvényobjektumot. De most legyen egy sima függvény. Jó. Nem kell most feltétlenül bonyolítani. Sőt, igazából itt lokálisan is megcsinálhatnánk egy lambda kifejezéssel, de írjuk meg, hogy szép olvasható legyen. Jó. Rendben van. És ez fogja nekünk majd számolni. És a végén már csak annyit csinálunk, hogy majd kiírjuk. Jó. De akkor nézzük meg, hogy mit kell nekünk csinálni ebben a függvényben. Mert ugye fontos, hogy egy map adott szerkezetben vagyunk, és ezt nekünk ki kell bontani. Jó? Tehát ki kell bontanunk ezt. És akkor... Ugye mit számolunk? Ugye ezeket kell nekünk szorozgatni. Ugye? Ezeket kell nekünk szorozgatni. Ugye, amit itt nekünk ad az inner product, ugye az egy-egy iterátor lesz, tehát lesz egy iterátorunk a Dow Price-ra, meg lesz egy iterátorunk a Dow Weiss-re, amik adni fognak nekünk egy-egy párt. Ugye, ahogy az imént is, hogy párokat fogunk kiadni, ugyanis a map adatszerkezetre értelmezett iterátor az párokat ad vissza. Pár referenciákat, hogy pontos legyek. Úgyhogy akkor itt is nyilván ezek fognak megjelenni. Ezek fognak megjelenni. És akkor ezeket kell nekünk paraméterül elkérnünk. Pontosabban ugye ilyen pár referenciákat. Copy-pastelünk, hogy biztos legyen a hiba. Pontosabban, hogy konzekvens legyen a hiba. Tehát ugye ilyen string double párok fognak itt nekünk érkezni. Mit kell csinálni a függvénynek? Nagyon egyszerű, mert csak vissza kell adni a
szekündöknek a szorzatát. Ja, tehát itt a A.second second és a B.second secondnek a szorzatát, és ugye szépen páronként úgymond vissza kell adnunk, és ez lesz az inner productnak a belső művelete, hogyha visszakattintok ide, akkor ez a belső művelet lesz, amit most megírtunk. Jó? Tehát tulajdonképpen a szorzás. Ugye a külső művelet, ez már mehet ugye a sima plusz, az ott rendben is van, de itt nekünk ezt meg kell adni, ugye azt írnánk, hogy multiplies, mit multiplies? Jó? Ezt kell most nekünk megmondani ezzel a weighted value függvénnyel. Jó? És ezt adjuk itt meg. Rendben van. Legalábbis reméljük, hogy jól dolgoztunk. Oké is. Na és akkor itt tényleg már csak annyi maradt hátra, hogy ezt írjuk is ki. Írjuk is ki, és nézzük meg, hogy mi az eredmény. Egy csomó hiba, de már lemaradtak az include-ok. Kell egy IO stream. Kell a map. Kell ez a functional. Ez a functionalben van. Így van. Meg szerintem kelleni fog a pár is, de ebben nem vagyok biztos, erre nem esküszöm meg. Meglátjuk. Illetve az inner product kell még, az meg szerintem a numerikben van. Kell a per? Nem kell a per. De már is megnézzük. Oké, és most már lefordul, és reményeink szerint ugyanazt az értéket is kapjuk, de csak hogy futtassuk le. Így van, ugyanazt az értéket kapjuk. Szuper, remek, remek, remek. Jó. Pár apróság, csak hogy kicsit jobban látszódjon. Még egy kiírást csináljunk már, csak hogy ezek hogyan működnek. Megint használjuk a sima range for hogy ezt, tehát hogy végigmenjünk az összes elemen. Jó, és akkor itt ugye egyrészt nyilván ki akarjuk írni a szimbólumot, ki akarjuk írni a price-t, a súlyt, meg a nevet is. Jó, bár a szimbólumot lehet, hogy nem kéne, mindegy, tegyünk egy ilyen kiírást. Ugye egyrészt ami kell nekünk, hogy jó lenne elmenteni a szimbólumot, csak hogy utána itt ezekre már úgy tudjunk hivatkozni. Most szimból, és ez legyen a b.first. Jó, tehát simán csinálunk egy másolást. Hát, vagy elég egy referencia is. Így van, ne másolgassunk, simán egy referencia is elég. És ezt használjuk arra, hogy majd hivatkozunk a mapoknak a kulcsaira. Na és akkor itt írjuk ki. Ugye egyrészt akkor írjuk ki a szimbólumot. Nyomjunk egy pertét.
Írjuk ki a Vapen Second-öt, ugye az lesz a Dove Price. Így van, és írjuk ki a nevet is. Dome name, és a szimbollal hivatkozunk rá. Jó, hát egy ilyen nagyon egyszerű kis kiírás. Kiírjuk a szimbólumot, kiírjuk a price-t, és kiírjuk a nevet. Lássuk, hogy működik-e. Jó. Hát tényleg ez egy ilyen nagyon egyszerű kis kiírás, hogy ez látszódjék. Jó. Rendben van. Na, hát ugye a mapekről ugye ennyit gondolnék, csak hogy tényleg egy kis példa, hogy ezt hogyan tudjuk használni, meg hogyan működik. Egy viszonylag egyszerű kis megközelítéssel. Jó. Na és akkor a mai utolsó témába kezdenénk bele. Ez pedig a set. És akkor nézzük meg, hogy ez a set hogyan is néz ki. Erre egy picit más példát fogunk írni. A set tulajdonképpen ugyanúgy működik, mint a map, csak nincsen értékünk, tehát csak kulcsaink vannak. Ugyanúgy egy piros-fekete fa van mögötte, tehát ugyanilyen asszociatív adatszerkezet. Igazából csak arra használjuk, hogy tehát hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy valami, vagy például ebbe a szövegbe, hogy előfordul-e. Tehát nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy hányszor fordul elő, csak hogy előfordul-e, és arra tudunk használni ilyen szeteket. Hát nézzük meg ezt. Most nem szöveget fogunk feldolgozni, hanem gyümölcsöket fogunk rakni kosárba, és erre fogunk nézni egy nagyon egyszerű kis példát. Na és akkor kezdjük. Ugye a sima standard névtérben, tehát a standard STLS setet fogjuk használni, és ebbe a setbe fogunk rakni gyümölcsöket. Viszont ezekre meg kell nekünk mondani azt, hogy hogyan is tudjuk ezeket rendezni. Jó? Ugye, ahogy mondtam is, hogy a map is, meg ez is egy rendezett adatszerkezet, tehát valamilyen rendezési feltételt kell neki adni. Ezt is meg fogjuk majd adni. És hát egy ilyen mapbe fogjuk ezeket most gyűjteni. Jó? És akkor itt majd a setnek az insert tag függvényét fogjuk használni, hogyha hozzá akarunk adni ilyen gyümölcsöket. Na de, írjuk meg most ezt a gyümölcsöt, tehát hogy mi is ez a gyümölcs tulajdonképpen. Hát egyrészt legyen egy neve, az nagyon fontos. Legyen egy darab, hogy éppen hány darabunk van belőle, meg mondjuk legyen egy ára. Hát ez is lehetne integer, mert Magyarországon vagyunk, de unit price. Legyen double, hogy használhassák külföldön is. Jó. Na, és akkor így néz ki nekünk tulajdonképpen a gyümölcs struktúránk, most csak így nagyon egyszerűen. És emellé kell nekünk egy rendezés is, tehát az, hogy mi alapján tudja majd ez a set adatszerkezet rendezni nekünk ezt az objektumunkat. Írjuk meg ezt is. Ez pedig ez a fruit order lesz. És ez egy sima függvény objektum. Jó? Tehát semmi különös. Itt is a sima call operátort fogjuk fölül definiálni. Ugye két fruit referenciát adunk át neki nyilván, mert hasonlítjuk egymáshoz. Oké, és hát itt nyilván több szempontot is megadhatunk. Itt most legyen első körben a név, mint rendező elv. Alapvetően szerintem ez egy jó megközelítés is lehet. Jó.
Rendben van. Na és akkor adjunk hozzá ez a gyümölcskosárhoz pár gyümölcsöt. Hát itt most simán lokálisan fogjuk létrehozni. Hát legyen alma, mert alma az minden gyümölcskosárba kell. Legyen egy darabszámunk, illetve legyen egy árunk is, mondjuk 2 fillér. 2 forint 40 fillér. És ezt csináljuk meg még két másik gyümölcsre. Hát legyen dinnye, mert a dinnye az fontos. Illetve legyen mondjuk barack. Teljesen mindegy egyébként. Jó, és ezeknek adjunk különböző árat, meg darabszámot, ebből van mondjuk 10 darabunk, és ez legyen 3,40, barackból meg legyen 8 darabunk, és ez meg legyen 8,40, vagy 8,10. Jó. Na, és akkor csináljunk egy olyat, hogy ezt írjuk ki. Tehát írjuk ki a gyümölcskosarunkat, és akkor ezzel meg is nézzük azt, hogy rendezette a dolog. De ugye ehhez nekünk meg kell írni az OStream operátort, hogy működjön a gyümölcs struktúrára. Tehát, hogyha így akarjuk kiírni, akkor az nekünk kelleni fog. Hát, mindegy, gyorsan írjuk meg. Így van. És akkor itt tényleg csak annyit csinálunk, hogy az OS-re kiírjuk a gyümölcsnek a tagjait. Így van, és visszaadjuk ezt. Jó, hát simán megírtuk rá ezt a... Tehát, hogy létezzen ilyen OS Fruit kacsacsőr operátor. Na nézzük, hogy működik-e. Remélem nem felejtettem el semmit. Include-ok. Az include-okat mindig elfelejtjük. Set IOStream. Hát talán így rendben is vagyunk, de nézzük. Szuper, lefordul, és akkor futtassuk is. Jó, és még ki is írja nekünk. Okés. Na most, amit itt látnunk kell, és rögtön szemet szúr, egyrészt rettenetesen néz ki a formázás. Hát, ha így jobb lesz. Hát nem lett jobb. Na mindegy. Jó, tehát ugye látjuk azt, hogy olyan sorrendben adtuk hozzá, hogy Apple Watermelon Peach, és itt Apple Peach Watermelon van. Erre gondolok, amikor azt mondom, hogy ez egy rendezett adatszerkezet. Tehát szépen ezt így sorba rendezi nekünk. Jó? Tehát lesz egy sorba rendezésünk. Mert a set alapvetően egy rendezett adatszerkezet. Jó. Na most, mi mondja meg a rendezést? Ugye
Ez a fruit order mondja meg, ugyanis a setnek, és a legtöbb ilyen adat szerkezetnek átadhatunk egy rendezési elvet. Most nyilván, ha az elemi típus double int, stb., akkor azt intézi majd magának. Hát, megpróbálom fölvillantani a CPP reference manuált. Hát, ha ott ez jobban látszik. Így van. Tehát itt van, látjuk a setnek a reference manuálját. Ugye egyrészt van itt a key, amit átadunk, esetünkben ez a fruit. Ugye, tehát a gyümölcsök. Itt pedig van egy compare, tehát hogy mi alapján rendezzen. Jó, tehát mi alapján legyen a rendezés. Hát látjuk, hogy itt alapesetben a less függvény alapján van, de ez ugye nem minden esetben van definiálva. Mármint, hogy nyilván a saját típusainkra ez nincs definiálva. Jó, ugye a fruitra nekünk meg kellett mondani azt, hogy hogyan menjen a compare, tehát mi legyen az elv, ami alapján összehasonlítjuk. Jó, hát nyilván integerekre ez megvan, ugye ott érkezik a sima integeres típus és működik. Amit még itt meg kell adni, az az allokátor. Ezzel most nem foglalkozunk, fogunk majd, mert nagyon fontos rész, de az allokátorral most nem foglalkozunk. Jó, tehát egyrészt meg kell neki adni a kulcsot, ami nekünk a fruit, illetve egy compare-t, ami nekünk a fruit order. Jó, na, és ezt látjuk itt tulajdonképpen, és ez alapján van rendezve. Na most, ezt tudjuk egy kicsit tekergetni, hogyha itt mondjuk nem név alapján rendezünk, hanem mondjuk unit price alapján. Akkor látjuk, hogy rögtön megváltozik a sorrend, és itt már a price alapján lesz. Hát mondjuk ez pont az, ami alapján leírtam ugye az eredetit, de ha itt egy picit hekkelünk rajta, hát a dinnye legyen 1.40, akkor látjuk, hogy az már az fog előre kerülni. Jó. Rendben van. Na, hát én úgy gondolom, hogy ezt is elég jól körbejártuk. Mielőtt a kérdésekre rátérnénk, egy dolgot mindenképp fölvillantanék, ugyanis tulajdonképpen a végére értünk ennek az első nagy blokknak, ha úgy tetszik, az első nagy ilyen résznek. Úgyhogy amit én mindenképpen szeretnék most fölvillantani, azok a források, hogy milyen forrásokból dolgoztam, mert ez fontos. Csak tényleg ilyen szövegesen. Jó, tehát ezek voltak a források, a felhasznált irodalom, illetve a forráskódok, tehát ami az elmúlt, hát ezzel együtt 7 alkalommal történt, az ugye egyrészt az alapprogramozás könyv chapter 20-21, illetve a C++ programozás könyv chapter 11.4, ott a lambda expressionök, illetve a 31-33. Jó, és ugye az ST-nál konténerek, iterátorok, algoritmusok volt a téma. Minden további olvasmány, amit én javaslok, mert nem mindenre tudtunk kitérni, főleg ebből a könyvből. Ezek itt a Standard Template Library-s eszközöket taglalja, sorolja, érdemes átlapozni. Nyilván nem megtanulni kell, tehát nem olyan szinten kell ezt tudni, hogy most megtanuljuk, hanem tényleg érdemes rápillantani, hogy ott még mik vannak. Van még nagyon-nagyon sok függvény, sok konténer, amit lehet használni. Ritkábban használjuk őket, de érdemes megnézegetni azokat is. Jó, úgyhogy én mindenképp fontosnak gondolom, hogy ezt még olvassuk át, nézegessük. Jó. Tehát ez volt az első ilyen nagy blokk itt a haladó C++ kapcsán, úgymond egy felvezetésként a fő témára. Oké. Rendben van. Szóval én tényleg akkor ezzel meg is köszönöm az elmúlt 7 hétben, most már ezzel együtt 7 alkalommal pontosabban, 7 alkalommal a figyelmeteket. Ez volt az STL.